Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Teljes a hírzárlat, és egyben a hír éjség is eléggé kicsúcsosodott a mai napon Vesz Tamás halála ügyében. A rendőrség, emlékeznek rá, egyetlen egyszer adott tájékoztatást, hogy valóban egy férfi a rendőrautóban életét veszítette. Ezt mondták ezt akkor, amikor már mindenki azt találgatta, hogy milyen körülmények között odafelé menet, visszafelé menet, ő hívta a rendőröket, gyanúsított volt egyáltalán bármilyen ügyhöz, milyen köze lehetett. Szóval folyamatosan csak találgatunk, tehát magáról a halál okáról sem adott még tájékoztatást a rendőrség, pedig feltételezzük, hogy egy hónap alatt már a vizsgálatok elkészülnek. Aztán a mai nap érdekesen indult. A Blikk arról írt, hogy betörtek Vesz Tamás egykori irodájába, és elvitték azt a bizonyos széfet. Azért mondom, hogy azt a bizonyosat, mert talán emlékeznek rá, arról is volt sajtóinformáció, hogy Simon Gábor volt szocialista politikusnak, külön névvel ellátott széfje volt Vesz Tamás irodájában, amit több mint furcsa, hogy igaz-e vagy sem, az természetesen senki nem erősítette meg, meg nem is cáfolta. Aki ezt megtehette volna, az maga Vesz Tamás, aki már nem él. Na aztán kiderült, hogy mégsem törtek be, csak a zárat rongálták meg. A Népszava meg már egyenesen arról írt, hogy Vesz Tamás nem is halt meg. Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép üdvözlöm. És igazán érdekes lesz a mi kettőnk beszélgetése. Ön legalább ért hozzá, én meg csak kérdezni próbálok, de hát az ön fejében is szerintem sokkal több a kérdés, mint a válasz, mert hogy a választ a rendőrségtől várjuk. Egyáltalán lehet az, elképzelhetjük azt a variációt, amit a Népszava írt le, hogy valamiféle tanúvédelmi program keretében Vesz Tamást így tüntették el, hogy megjátszották a halálát? Biztos, hogy nem. Egyszerűen azért nem, mert a tanúvédelmi program fő irányultsága az, hogy a tanú beszélni tudjon. És nem csak a nyomozás során, hanem a vádhatóságnál adott esetben az ügyészségi vádelőkészítési anyagok összeállításának segítése kapcsán, és hát végül, de nem utolsó sorban, például a bíróságon. Tehát az, hogy egy büntetőeljárás során egy bíró ne kérdezhessen egy tanútól azért, mert a nyomozás során azt a tanút tulajdonképpen a hatóság eltüntette, ilyet nem látotta a világ egyáltalán. Tehát egyszerűen a tanúvédelmi program nem így van fölépítve. Az, amiről tényleg a városban már, tehát rengeteg ilyen legenda van, és elsősorban a filmekből táplálkozik, hogy a tanúvédelmi programnak van egy olyan része, amikor valaki új személyazonosságot kaphat. Ne adj Isten, külföldön kezd új életet, új arccal, új személyazonossággal, a családját utána viszik, pénzügyi hátteret biztosítanak. Ilyen van, és egyébként a tanúvédelmi programnak ez egy lehetősége, de azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 14 évben szerintem nem nagyon fordulhatott elő ilyen, sem Magyarországon, és Közép-Európában sem nagyon. Akkor a kérdésemre a rövid válasz az, hogy igen. Tehát egyébként, mi az igen? Mert azt kérdeztem, hogy egyáltalán lehetséges? Tehát lehetséges. Tehát a tanúvédelmi programban, tehát nem az, hogy Vesz Tamásra ez történt, ja, mert bocsánat, azt honnan tudja? A tanúvédelmi programban igen, tehát igen. Akkor pontosítok, akkor nem voltam elég precíz, igen. Tehát, én valószínűleg. Tehát a tanúvédelmi program lehetőséget biztosít egy ilyen fajta, nevezzük eltűnésnek. De az, hogy ebben a konkrét ügyben most, tehát a nyomozás során már egy koronatanú, nevezzük így, egy megjátszott halálesettel tűnjön el, ilyet nem tudok elképzelni. De egyszerűen miért? Azért nem, mert a szabályozás oldaláról ez tilos. Annak a tanúnak, és akkor vonatkoztassunk most el ezt Tamás ügyétől. Tehát a tanúvédelmi program úgy épül föl, hogy több szint épül egymásra. Például az is tanúvédelem, és ez az általános, amikor besétál valaki, és kéri a tanúskodása során, hogy az adatait zártan kezeljék. Ez már a tanúvédelem része, ez egyébként a legáltalánosabb. A legtöbb tanúvédelmi munka és munkája azért van a rendőrségnek, mert az eljárás során a tanú úgy érzi, vagy erre lehetséges, hogy információ is van, hogy esetleg valakik meg akarják keresni a vádlottak, gyanúsítottak oldaláról, befolyásolni akarják, megfenyegetik, ne adj Isten, tényleg az életére törnek. A legtöbb esetben ilyenkor biztosítanak vagy valamilyen fajta védelmet, ez lehet személyvédelem, vagy
extrémebb esetben elköltöztetik valahova. De ez már a nyomozati szakaszban előfordulhat? Persze. Akkor miért mondta azt az előbb, hogy ebben az esetben azért nem, mert hogy egyszerűen tilos? Miért? Tehát nyomozati szakaszban, hogyha... Itt nem beszélünk arról, hogy halott valaki. Itt van egy tanú, akit bármikor a nyomozási bíró, vagy később, vagy az ügy közben az előadó, ügyész, vagy a bírósági eljárás során a bíró meghallgathat. Egy halottat nem lehet meghallgatni. De mi tudjuk, hogy halott a bíró, majd tudhatja, hogy egyébként de egy eljárás során hogyan tudja ezt a bíró? Tehát nyilván van arra lehetőség, ez is a tanúvédelmi program része. Az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben nem egy ilyen tárgyalás volt, amikor a bíróságon ülnek benne a vádlottak, a védők, ügyész, bíró, és egy védett tanú, egy kivetítőn beszél, mert hogy valahonnan, máshonnan el van torzítva a hangja, nem látszódik, hogy ki ő. Ez is például a tanúvédelmi programnak egy része. De olyan elképzelhetetlen, hogy valakit úgy tüntetnek el a nyilvánosság és hát nyilván nagyon súlyos rosszakarói elől, hogy azt mondják, hogy életét vesztette. Aztán, hogy a bíró meg tudja hallgatni, majd akkor áruhába visszacsempészik. Föltámasztják. Hát ez nem fölt, tehát nyilván nem halt meg, csak elhitették a közvéleménnyel, de a tárgyalásra valami egészen zárt körülmények között a bírónak van módja, vagy egy kivetítőn kezdve, hogy mit tudom meghallgatni őt. Ilyen variáció lehetetlen? És csak akkor hol Bruce... van a védő? Tehát, hol van az hát Bruce idéz? Willis mellett. Oké, tehát azért mondom, hogy ez már a krimi kategóriája. Nem azt mondom, hogy egy lezárt bírósági ügyben, tehát amikor ítélethirdetés van. Például mondok egy konkrét példát, az Egyesült Államokban maffia pereknél voltak beépített ügynökök, vagy olyan személyek, akiket megfordított az FBI, és elárulták úgymond a családot, tehát a maffia családot. És köztudott volt, hogy miután megszületett az ítélet, vérdíj van a fejükre, és ilyen szempontból ezeknek az embereknek tényleg szükségük volt arra, hogy eltűnjenek a bírósági jogerős ítélet után is. Igen, de mi van azzal, akinek már a bírósági ítélet előtt szüksége van arra, mert alapvetően őt az... Őt megvédik. Neki nem szükséges meghalnia ezért. Nem mármint, szükséges... hogy fantomhalottnak lennie. Tehát nem szükséges megreddezni egy ilyen halálesetet. Most képzelj el azt, hogy egy bírónak is mennyivel könnyebb a munkája, hogyha találkozhat, tehát nem egy ilyen nagyon-nagyon titkos rendszerben agyon biztosítva, arról nem is beszél, hogy az újságok, meg most már a városi legendák konkrét országokról is beszél. Milyen jó tanúvédelmi program, nem? Tehát, hogy tudjuk azt, hogy egyébként Brazíliában van. Tehát, hogy még ezzel is tisztában vagyunk. Tehát ez egy óriási rés lenne a pajzson. Tehát számtalan olyan apróság van, meg nem csak apróság, tehát mondom, eljárás jogi szempontból sem így működik a tanúvédelmi program, ami miatt azt mondom kategórikusan, hogy nem tudom elképzelni, hogy Velsz Tamás halála egy megrendezett haláleset lenne, olyan megrendezett haláleset, amit a rendőrség, a titkosszolgálat vagy az ügyészség csinált volna azért, hogy őt valamitől megvédjék. Nem tudom ezt elképzelni. Én értem, hogy mit mond, és hogy az eljárás szempontjából és a bizonyítás szempontjából, meg majd az ítélet szempontjából ő tényleg egy kulcsfigura lett volna, de hogy pont e kulcsfigura szerep miatt találgatja szerintem a közvélemény azt, hogy nem lehet, hogy egyáltalán el akarták tüntetni. Szóval, hogy akkor még egyszer a legeslegelejére visszakanyarodok, mindent értek, amit mond, de törvényileg, eljárásjogilag egyébként lehetséges lenne valakit a bírósági ítélet előtt, előttem. Akár ilyen módszerrel, hogy megrendezett, tehát ez nincs benne a bírósági ítélet után, igen, van olyan, amikor valaki teljesen új személyazonosságot kap, családjával együtt, az Európai Unión belül van egy ilyen kölcsönös segítségnyújtás, tehát ugye Magyarország pici, tehát ha valaki ilyen helyzetbe kerülne, akkor lehetséges, hogy Németországba, Franciaországba helyezik el, és az ottani rendőri szervek segítik ezt a munkát. A másik, hogy egy tanúvédelemnek a megszervezése, és még egyszer mondom, számtalan felülete van ennek. Az, amiről most beszélünk, ez a 0,001 ezreléke ezeknek az ügyeknek, hogy valaki teljes egészében el kell tüntetni a bírósági ítélet után. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Tehát valakinek egy legendát kell kitalálni, egy olyan legendát alkotni, amiben a személyi adatai, bankszámlamozgások, egészségügyi, tehát
hogy volt beteg, hogy megkapta az oltásait, fertőző betegségei voltak kisgyerekként, fogorvosi adapt lapot. Tehát, hogy egy teljesen új személyazonosságot kialakítani, és ezt visszamenőleg, mondjuk egy 30-40 éves férfi esetében, 30-40 évre visszamenőleg ezt fölépíteni. Tehát ez egy hihetetlen munka. Ezt egy nagyon-nagyon zárt körnek kell elvégeznie, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem ilyen egy-két napos. Tehát a filmekben ezt megoldják 3-5 perc alatt. Egyébként a valóságban... Ennyi az epizód, persze. Én értem, de a valóságban ez egy jóval-jóval hosszabb folyamat. Igen, csak hogyha belegondolok... Ez az idő sem passzol egyébként ennél az ügynél. Uh-huh. Tehát ahogy elkezdődött ez tavaly novemberben, és ez most megtörtént, tehát az, hogy ilyet kitaláljanak, tehát ennyi alatt még nem is lehet... Nem is lehet megcsinálni ezeket a folyamatokat. Így. Egyébként most közben azon gondolkodtam, amikor ugye filmbeli párhuzamokat hozta meg mafia, meg család, meg nem tudom mi, hogy itt nyilván nem arról beszélünk, de azért az embernek az is megfordul a fejébe, hogy az eddigi információk szerint ennél a férfinél lehetett igényelni különböző országok útleveleit, diplomataautók, rendszámait, és hát erre azért nem az átlag magyar állampolgárnak van szüksége, hogy ilyen cuccokhoz. Tehát, hogy valószínű, nem ilyen kis tiklik voltak, és nem olyan emberek voltak az ügyfelek, akik valami, hát olyan kis mennyiségű pénzt mozgattak volna. Ebben igaza van, ilyenkor van a teljes eltűnés előtti fázis, de még egyszer mondom, hogy a teljes eltűnés az ítélet után, amikor védelmet kap, amikor külföldön elrejtik, de nem rendezik meg a halálát, tehát borzasztó az, ami egy hónapja megy. Én nagyon sajnálom az ő családját, hogy nap mint nap ezzel az üggyel kell találkozniuk. Hát, de az elmúlt hetekben nem nagyon volt ezzel kapcsolatos hír. Én nem is értettem, hát hogy a hét voltak. A hétvégén már újra előkerült, hogy mi történt egy hónappal ezelőtt, és akkor tehát már ezt a hétvégi felmelegítést sem igazán értettem. Aztán reggel jött a Blick információ, hogy betörtek az irodájába. A zárat megrongálták a rendőrség közleményéből, ez derült ki. Tehát valami azért mégis történt ott az irodánál. Egyébként van olyan, hogy bizonyítékok helyben őrzése? Tehát nincs. Létezik ilyen? Nincs. Tehát ez a másik része, tehát amikor olvastam ezt az újságcikket, de én azt gondolom, hogy az újságcikkben az újságíró kapott valamilyen fajta részinformációt. És azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma ebben az ügyben, mind a mellett persze, hogy folyik egy nyomozás, és ezt vizsgálják, és ez igazán nem probléma, az a problémás rész, és abból van a legtöbb zavar, hogy nincs kommunikáció a rendőrség részéről. És nyilvánvalóan én ezt értem, hogy a nyomozás érdekeire való hivatkozással nem mondanak dolgokat, de én azt gondolom, hogy nem a részletekre kíváncsi ön sem, én sem. De én egyébként a részletekre vagyok kíváncsi, hogy halál oka kapcsán, tehát hogy most hogy itt pici öngyilkosságról beszélünk, egy egészségügyi problémáról beszélünk, egy idegenkezüleg elkövetett egy ember szándékos. Meghalt egy rendőrségi autóban, egy hivatalos, nem hivatalos helyen, hivatalos emberek között, és feltételezhetően valamilyen hivatalos eljárás közepette. Tehát őt miért vitték a rendőrök? Nem stoppolt, tehát valamilyen céllal vitték. Volt valamilyen cél. Valami eljárási stáció volt éppen, odafele, visszamene, mit tudom én, tehát valami. Ezzel kapcsolatban kötelessége lenne a rendőrségnek valami olyat mondani, mi a halál oka? Tehát ez a férfi miért veszítette pontosan az életét? Pontosan, ezt kezdtem el előbb mondani, hogy vannak olyan alap információk, alap kritériumok, amelyeket önnek, illetve hát a nézőknek is tudni lehet, sőt tudni kell. És itt a kelt azért húzom alá négyszer, mert a rendőrség feladatai között, és ezt általában el szokták felejteni, különösen az utóbbi másfél évben, ott van, hogy az állampolgárokat, a társadalmat tájékoztatni kötelező. Tehát ez nem egy ilyen esetleges valami, hogy megcsinálhatjuk, hanem vannak olyan alapinformációk, és nyilván a rendőrségnek a dolga, hogy mi az az információ mennyiség, mi az az információ csomag, amit átadnak, de azt, hogy semmit ne adjanak át, csak hallgatás legyen, ezt egyik ügynél sem lehet megengedni. Azt jól gondolom, hogy egy hónap alatt bármi is volt a halál oka, azt meg lehet állapítani? Magát az okot meg lehet állapítani, az, hogy idegenkezűség volt, vagy öngyilkosság történt, vagy valamilyen fajta egészségügyi probléma. Ha valamilyen anyag, akkor annak az anyagnak most beazonosítása. Igen, nem ezt akartam mondani, tehát ez a precíz, igen, tehát a beazonosítás, az lehet, hogy hosszabb idő, uh-huh. De azt gondolom, hogy most már
A rendőrség, az igazságügyi orvosszakértők, szerintem ez egy szakértői tím, tehát nem is csak egy ember, pontosan tudja azt, hogy mi történhetett akkor, és lehet, hogy még az anyaggal kapcsolatban valamilyen eredményre várnak mondjuk Afrikából, tehát hogyha ez valami növény, vagy nem tudom, valamilyen ilyenfajta mérő, most én is találgatok, de egyébként ezekkel az alapinformációkkal biztos, hogy tisztában van a rendőrség. Én azt gondolom, hogy egyébként ebben semmi titok nincs, tehát ezt meg lehetne mondani, és el lehetne kerülni az olyan fajta furcsa helyzeteket, mint amiről ön is beszélt, hogy ma reggel fölröppen egy hír, aztán délután ennek pont az ellenkezője, aztán utána már aztán valahol látják is. A következő az lesz, hogy valamelyik metró aluljáróba találkoztak. Hát valóban a család helyzete sem irigyés méltó. Nem csak a halál tényét kell elviselni ők, hanem még a gyászban ezeket a bolond híreket, vagy a napi különböző találgatásokat. Hát akkor várjuk a rendőrség tájékoztatását, más dolgunk nincs. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.